Második állomásához érkezett a hétvégén a Top Maraton sorozat. A kerekesek egy év kihagyás után újból Balatonfüredre érkeztek, és a rekkenő hőség ellenére akárcsak az elmúlt években idén is szép számmal választották a balatoni versenyt. Ez nagy öröm számunkra is, és gondoljuk, hogy a versenyzők is így gondolják, és még a befutó érmünk szalagára is az került, hogy örülünk, hogy újra együtt. Minden kritikusabb helyen pályabírók vannak, táblákkal jelöltük, szalagokkal, bízunk benne, hogy minden rendben lesz. A nevezők két szám közül választhattak, a rövid táv 30, a középtáv 50 kilométert jelentett számukra. A 11 órai rajtot valamivel több mint 400-an várták a füredi Anna Góra Parkban, majd két csoportban vágtak neki a közeli domboknak. A leggyorsabbak kevesebb mint másfél óra elteltével érkeztek a célba. A 30 fokot is meghaladó hőmérséklet jelentősen megritkította a mezőnyt. Ha jól hallottam, akkor nem először teljesíted a távot. Hát először sikerült teljesítenem, tavaly eltörtem a vállam, és akkor nem sikerült végigmenni. Most meg defektet kaptam, a közepét lefutottam, aztán szerencsére sikerült belsőt cserélni. Melyik volt a legnehezebb része a defekten kívül? Azon kívül nem volt nehéz, a meleg. Kellett vinni naptejet, rendesen mindent? Bekentem a karomat, igen. Mennyit kell készülni egy 30 kilométerre? Hát van egy kisfiam, úgyhogy amennyit tudok. Nekem nagyon tetszett, most először vagyok itt, de nagyon jó, már korábban voltam ilyen top maratonon, de itt Füreden most először vagyok. Nekem nagyon tetszik. Tehát jó. Ez idő futam volt, vagy csak végig akartál menni rajta? Hát csak végig menni, de úgy minden jobban. De ez jó, mert most így van egy idő, ami ezt lehet viszonyítani majd jövőre, hogyha jövünk. A meleggel hogy álltál? Én szeretem a meleget, tehát nekem ez ideális volt pont. Voltak izgalmas részek a pályán? Igen, az kicsit meglepett, hogy nagyon sok ilyen majdnem 90 fokos kanyar volt, ilyen hajtű kanyar, de nagyon jó volt. Tehát... De azért nem kellett lökdösödni, nem volt ilyen? Nem, abszolút nem volt tömeg, tehát sokkal kevesebb volt az előzés. Jó volt. Milyen volt a 30? Nagyon kemény volt, főleg az emelkedők, a kaptatók, érdatlan kemény volt. Erre készültél, vagy egy valami könnyebb pályára? Hát őszintén bevallva edzetlen vagyok, úgyhogy nekem minden nehéz volt, ami szembe jött. Milyen az időd, mennyire vagy elégedett vele? Hát ez volt az első időm, úgyhogy ez lesz az etalon, ehhez képest csak javulni lehet. Folytatás valahol máshol? Jó kérdés, nem tudom. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Újdonságként hatott az elektromos kerékpárok megjelenése. Többen megjegyezték, hogy kis motorra könnyű végigmenni, de azért gondolom ez nem így van. Ez nem így van. Oda kell állni, meg kell próbálni. Milyen volt a mai nap? Meleg volt, mondjuk engem ez nem különösebben zavar. Szerintem többeket jobban zavar, én meg se izzadtam. A pályán a legnehezebb rész? Az a köves, amikor letereltek minket, és ilyen nagyon mászni kellett ilyen nagy kövek között, az érdekes volt. Akkor minden rendben van ezzel a nappal is. Igen, igen. Sikeresen zártam, azt hiszem. Végezetül a 2021-es Balaton Mountain Bike Maraton abszolút győztesei, a rövid távon Kőszegi Kornélia és Markos Dániel, míg a középtávon Tanács Gabriella és Földi Bence érte el a legjobb időt.